Vasárnap délelőtt van, és megtelt majdnem a tiszavasvári városi sportcsarnok. Nagy tisztelettel köszöntöm Lévai Andrát, a tiszavasvári nagycsaládosok országos egyesületének helyi vezetőjét, gondolom jól mondtam. Andi, mi ez a program, ahol most itt gyülekeznek a résztvevők? Én is sok szeretettel köszöntöm a városi televízió nézőit. Ez a program a nagycsaládosok országos egyesülete programja. Ők kitalálták körülbelül fél évvel ezelőtt, hogy a sport népszerűsítése és a futball népszerűsítése miatt rendeznek régiós futballbajnokságokat. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 6 régióval működik, és lehet, hogy éppen pont a napokban minden régióban zajlanak a labdarúgó bajnokság selejtezői. Mi a Felső-Tisza régióba tartozunk, ami azt jelenti, hogy innen vártuk a csapatok jelentkezését. Nagy létszámú csapatokkal nem sokan jelentkeztek, 2 város nevezetbe, Debrecen és Tiszavasvári. Ahogy látom, rajtad van az egyes mesztel, leszel a kapus? Nem, én a kapus nem leszek, vannak tőlem sokkal jobb kapusok. Tőlünk 2 csapat nevezett be, egy ifi csapat, illetve egy felnőtt csapat, és itt Óbert Sanyék a akik rendezik a csapatot. Akkor ez tulajdonképpen felmenéses rendszerű, tehát aki ezt megnyeri, az megy tovább egy fokozattal. Így van, április végéig zajlanak a selejtezők, és aki minden régióban nyer, Budapesten vesz majd részt az országos bajnokságon. Áruljuk el, mert ezt a beszélgetést még úgysem látják a résztvevők, hogy mi az, ami inspirálja őket, milyen díjakat fogtok felajánlani, illetve kiosztani azok között, akik ott lesznek a dobogon, bár mindenki dobogós lesz. Ez így van. Készültünk, itt Ildikóék is készültek, és mi is, érem biztosan lesz, aranyérem, ezüstérem, bronzérem, gyönyörű oklevelet kapnak majd a versenyzők, és kisebb tárgyutalomban is részesülnek, teljesen biztos, hogy gyönyörű kötetekkel, életmesékötettel jelentkeztek Ildikóék, és mi is készültünk mindenféle kis édességgel, promóciós ajándékokkal, nagycsaládos ajándékokkal, illetve aki az országos bajnokságon nyer, vagy első, második, harmadik helyezést ér el, gyönyörű kupát kap, és ott is érmekkel lesznek gazdagabbak. Beszéljünk már egy kicsit a Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesületről. Most jelenleg, hogy néztek ki, hány taggal vagytok? Milyen a Nagycsaládos Egyesületbe való belépési hajlam? Na, ezt akartam, hogy mennyire vágynak még az emberek arra, hogy ilyen kötelékbe tartozzanak. Szerencsések vagyunk, 100 családunk van, teljesen biztos, mert ilyen taglétszámokat pont mostanában kell nekünk leadnunk, 100 családdal működünk. Léptek ki családok, nem sokan, viszont egyre többen jönnek hozzánk, kisgyermekesek, most született harmadik gyermekük. Bízunk benne, hogy ez a létszám még növekszik, és én úgy gondolom, hogy itt Tiszavasváriban méltó nagycsaládos egyesületi tagnak lenni. Várjuk a jelentkezőket. Emlékszem rá, régen volt olyan különféle felajánlások cégektől, aztán például a Vám is pénzügyőrségtől, hogy kabátokat, amit lefoglaltak határon, vagy mosószereket is, ilyen dolgokat tudtatok kiosztani a tagok között. Van még ilyen lehetőség? Van, nem pontosan, ez kicsit átalakult. Magyar Élelmiszerbank támogat minket nagyon-nagyon sok élelmiszeradománnyal, illetve a régió, tehát a Felső-Tisza régiótól is szinte havonta hozunk el adományokat, és örülünk, mert vannak családok, akik tényleg nagyon rászorulnak, és kiosztjuk ezeket a tagcsaládjaink között, tehát van még ez a támogatási lehetőség. Úgy hallottam, hogy te a Debrecennek szurkolsz. Szurkolok a Debrecen csapatának, és természetesen tényleg barátságos meccsekre készülünk, mert lehet 2-3-at is fogunk játszani, majd a bíró eldönti sorsolásos alapon, de azért hajlá Tiszavasvári. Még annyi, hogy mennyire kellett a résztvevőket győzködni, hogy jöjjenek focizni, vagy úgy élből bennük van a hajlam? Teljesen bennük volt a hajlam, amikor én ezt meghirdettem a tagok között. Rögtön főleg az ifik voltak először, akik Andi néni, jövünk, ugye iskolában tanítottam is sok tanítványt, és még tegnap este is 9:30-kor üzeneteket küldtünk egymásnak, mi lesz, hogy lesz, mindent kérdezte, tehát nagyon-nagyon izgulnak, és szívesen jöttek, ugyanígy a felnőtt csapat is, és úgy gondolom Debrecen csapata is. Na, halljunk még egyszer egy buzdítást, hogy fogod buzdítani a csapatot? Hajrá, Tiszavasvári! Hát ilyen halkan. Hajrá, Tiszavasvári! Ez az hajrá! Radnainé Filip Ildikó, ahogy az előbb már említettük, a Debreceni Nagycsaládos Egyesületnek az elnöke. Ildikó, mióta dolgozol a nagycsaládokért, a nagycsaládoknak? Én elég régóta, mert alapító tagja vagyok a Debreceni Egyesületnek. 2000-ben alakultunk, tehát 17. éve tart ez a szerelem. Azért, ha belegondol az ember, Debrecen nem kisváros.
mennyire nehéz ott összeszedni, vagy rátalálni ezekre a nagy családosokra? Nem is inkább az összeszedése, vagy a rátalálás, hanem én azt mondom, hogy az éveken tartó megtartás inkább az, amit én úgy értékünknek tartok. Tehát az alapító tagok nagyjából megvannak változatlanul, és én erre egyrészt büszke is vagyok, hogy 17 éven keresztül tudunk olyan programot és olyan lehetőségeket adni, hogy közben fölnőnek a gyerekek, most már a mi gyerekeink fognak pont itt játszani, tehát az alapító tagoknak a gyerekei generációja nő föl, illetve lassan jönnek az unokák is. Áruljuk már el, hogy te hány gyerekkel járultál hozzá a Nagy Családos Egyesülethez? Ja, én 4 gyerekkel járultam, ebből most 2 játszik is. Debrecenben mennyire szeretnek járni az emberek ebbe a közösségbe? Hogyan veszitek észre? Tőlük kellene kérdezni. Mi azt próbáljuk, hogy nagyon változatos lesz a programkínálatunk minden évben, tehát nem csak a sport, hanem például Arany János évet tekintve irodalmi, vagy a saját életmese pályázatunk által illusztrációs, rajzverseny, felolvasási verseny, meseíró verseny, tehát nagyon sokféle program van, bábszínház, színház, gyereknap, Mikulás, tehát valaki valamilyen részen csak megtalálja, amit őt érdekli. Hány családdal vagytok jelen az országos palettán? Nekünk körülbelül több mint 300 tag családunk van, de jelenleg pont most folyik, ahogy mondta a tiszavasvári Anikó is, hogy most folyik ez a tag nyilvántartási rendszernek az újítása, és gyűjtjük a tag nyilvántartó lapokat, de mi reméljük, hogy 300-on felül leszünk. Nagyon fontos a működéshez az anyagiak. Hogyan vagytok ellátva? Kitől kaptok pénzt? Főként pályázatokból élünk, hát egy kis részben a tagdíjakból, az a kötetlen rész, a pályázat ugye pántlikázott, tehát megvan, hogy konkrétan milyen programot kell megvalósítani, és hát bőszen pályázunk minden évben, a NEA most is remélem, hogy a működési és a programpályázat éppen most fut, de a családügyi, EMI minisztérium és sok-sok más pályázatunk fut, reménykedünk mindig a sikerükben. Minden egyesületnek kell csinálni éves programtervet. Mennyire tudjátok ezt megvalósítani? Egy kicsit célzok itt vissza szintén az anyagiakra. Még olyan nem volt, hogy amit terveztünk, programot ne hajtottuk volna végre. Mi nem pénzből gazdálkodunk elsősorban, hanem az emberek jó indulatán, jó akaratú emberek törekvésén, és amit mi betervezünk, ő értük tesszük, és ővelük valósítjuk meg. Most itt tényleg elgondolkoztam, hogy 300 család, ha mentek kirándulni, akkor hány busszal szoktatok menni? Hát van olyan népszerű program, ahova 250 fős busszal megyünk, de mivel sokszor megyünk kirándulni, tehát 30-tól 50 fős buszokat szoktunk bérelni, és akkor egy-egy helyre egy busszal vagy külön vonattal. Az igen. Tehát például a Vasúttörténeti Parkba tavaly is, ugye a Noé Fesztiválra külön vonatokkal érkeznek a országos egyesület tagjai. Úgy látom, Ildikó itt tartogat a kezében egy vaskos könyvet. Mi ez? Ez egy kötetünk abból a 8 éve tartó gyűjtésből, amiket a családoknak pályázatként írunk ki. Most február 1-től él az idei pályázatunk. Életmeséket gyűjtünk szülőkről, dédszülőkről, nagyszülőkről, és a legjobb írásokat kötetben jelenítjük meg. Itt tartom a kezembe az egyik kötetet, amit megnyernek a mai focibajnokság résztvevői, és az idei pályázati felhívásunk is itt látható. Februártól április 20-ig várjuk a meséket, ezeket most írják, de ősszel, már Tiszavasvár is nagyon sokszor volt nálunk vendégségben, amikor is felolvasó verseny van ezekből a mesékből, ezekből az igaz családi történetekből nálunk Debrecenben. Személyes kérdés, mennyire vagy anyatigris, ha meglátod, hogy valamelyik fiadat lerúgják a pályán, akkor egyből ugrasz be és próbálsz vendetted? Hát remélem, hogy nem lesz ilyen, és hogy nem, de biztos, hogy mint minden anyu, én is nagyon féltem a fiatalokat, nem csak a sajátjaimat, ugyanúgy féltem a többi gyereket is, aki ma pályára áll, hogy egy jó hangulatú, jó mérkőzés legyen. Na, hát akkor érezzétek jól magatokat itt Tiszavasváriban. Hajrá, Debrecen! Hajrá! Nagy tisztelettel köszöntöm Tódni Nácsai Rénkét, nem kell bemutatni a nagycsaládosok körében, hiszen te is elnökként sokáig ténykedtél, de most teljesen más oldaladról mutatunk be, hiszen a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vagy elnökségi tagja. Hogyan sikerült? Igen, hát már most a második ciklusban vagyok, tehát 6 éve, és elég sok programban vettem részt már idáig, nem csak helyi szinten, mint ahogy mondtad, elnök, hanem országos szinten is.
A Nagycsaládosok Országos Egyesület az idén 30 éves, és úgy gondoltuk, mivel tavaly új elnökasszony lett a Nagycsaládosok Országos Egyesületén élén Kardosné Gyurkó Katalin, hogy az alapvető értékek mellett azért nem csak a közösségépítés, az élet és az anyaság védelme, a feladatunk, illetve az érdekvédelem, hanem új programokat is vezetünk be. És tudjuk, hogy nagyon fontos az egészséges életmód szempontjából a sport, és elnökasszony úgy gondolta, hogy akkor egy ilyen foci régiós bajnokságokat hirdetnénk meg országos szinten, ahol nagycsaládos egyesületek megszerveznék ezeket a kis foci bajnokságokat, és az egyik ilyen állomás most itt tiszavasvári, úgyhogy elnökasszonyunk nagyon örül annak, hogy azért voltak lelkes csapatok, fiatalok, idősebbek, tehát minden korosztály képviselteti magát ezen a programon, és akkor most vagyunk egy ilyen bajnokságon, aminek úgymond lesz folytatása is, hisz majd a 6 régióból, akik bejutnak ebbe a döntőbe, akkor azok Budapesten játszhatnak egymás ellen, illetve van fővédnöke, meg szponzora is ennek a programsorozatnak. És akkor most jön az, hogy felolvasod, igaz? Igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy igazán nem reklám, mert azok, akik támogatnak nemes kezdeményezéseket, azoknak megérdemlik, hogy a nevüket elmondjuk. Igen, hisz a bajnokság fővédnöke Dárdai Pál lesz, a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitánya, illetve a szintén védnöke Szőlősi György, a Magyar Sport Újságírók Szövetségének elnöke, a Forjútó magazin főszerkesztője, tehát ezekkel a neves emberekkel is találkozhatunk majd a díjátadón, illetve a... Amennyiben oda kerül a csapat. Igen, 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 igen. Tehát most gondolok itt a vasváriakra, de természetesen díjátadó így is lesz. Így is, úgy is lesz, és akkor ott várjuk szeretettel a résztvevőket, illetve a szponzorokat, valamint a támogatókat szintén. Érjünk egy kis háttérinformáció. Te, mint országos egyesületi tag, van-e bármiféle befolyásod azzal kapcsolatosan, hogy egy kicsit jobban tudod támogatni a tiszavasváriakat, vagy pedig úgy vagytok vele, hogy egységesen mindenkit az országba, aki tagja ennek az egyesületnek, hiszen megérdemli? Mindenkit próbálunk egységesen támogatni. Az idén egy kicsit nagyobb anyagi lehetőség lesz, hisz egy külön állami támogatásból kapott egy nagyobb összeget a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, így ez a rendezvény is egy kicsit gazdagabb lehetett, és azért a nagycsaládosokra jellemző, hogy szerényebb körülmények között szoktak akár egy programot, akár egy rendezvényt megszervezni, de így lehetett egy kicsit gazdagabb, illetve lesz országos találkozó, 30 éves országos találkozó Szarvason lesz, oda is szeretnénk támogatni a családok eljutását, akár úti költségbe, akár szállásba. Mi rendszeres részvevők vagyunk ilyen találkozók, és akkor így az egyesületemnek is út. De gondolunk eszközfejlesztésre szinte minden egyesületnél, hiszen elavultak a gépek, elavultak a technikák, akkor a reklámra is szeretnénk nagyobb hangsúlyt, illetve azt szeretnénk, ha minél több nagycsaládos kapcsolódna be a munkánkba, és venne részt a rendezvényeinket. Tehát várjuk a kisgyerekeseket, mert mi annak idején már, mi azt gondolom, megtettük a magunkét, hisz azért nagyon sokat elmentünk egy-egy ilyen rendezvényre, de várjuk a kicsiket, hogy ők is ugyanolyan élményekkel lehessenek gazdagabban, mint ahogy mi lettünk korábban. Úgy látom, a kezdőkörben már ránk várnak. Na, most nem vagy könnyű helyzetben, kinek szurkolsz? Mindenkinek, hajrá focisták!